Náló, sziasztok, Vésenyi vagyok, és a Magyar Találmányok sorozatom egy újabb részével jelentkezem. Ez pedig a képen is látható, már ha látható, de egyik másikon az eléggé felismerhető léghajó, és elég szokatlan forma az a ceruza forma. Ez ugyanis nem a Zeppelin által népszerűvé vált léghajó forma, hanem az annak az elődje, amiről kevesebben hallottak. 1896-ban ugyanis Schwarz Dávid volt, aki először alumíniumból készített merevvázú léghajót. És csak Schwarz halála után az ő örökségét megvásárolva kezdte el Zeppelin csinálni. Ferdinand Zeppelin gróf. Az ő léghajóit is az lett világhírű, pedig ez is egy működőképes változat volt. Amit találtam róla, a képeket is nagyon jó lesz a munkánkhoz. Az egy rajz, ami sajnos elég rossz minőségű, de blueprintnek az alapformát nagyon jól lehet majd róla másolni. Találtam róla pár korabeli ábrázolást, de egy makettet. Egy makett, ami elég jól tükrözi majd a különböző részleteket, apró részleteket. Erről el lehet majd leesni. Ugye ez egy ilyen négy lapátos, négy rotoros léghajó volt, itt voltak oldalt ezek rögzítve. Itt van egy közeli, eléggé összetett szerkezet volt, de nem egy túl nagy dolog. Most, hogyha itt egy rotor, meg gondolom a túloldalon, ez meg itt a harmadik, akkor hol a negyedik? Egy, kettő, három, de hol a negyedik? Itt van a közeli erről, ami a kabinnál van. Hát, alul. Alul van egy. Egy, kettő, a harmadikat nem látom, de alul sem látom, itt talán az lenne az. Jó lenne erről egy jobb minőségű kép, de sajnos nincs. Itt egyértelműen nincs alul semmi. Tükröm van rajta. Opp, ott viszont van egy elem, ami még nincs ráépítve. Ez menne oda. Miért van az mellette a földön? Na mindegy, itt sem akarok elveszni a részletekbe, de úgyis elfogok, mint mindig. Csinálok egy ilyen ceruza formát a blueprint alapján, csinálok egy ilyen, hogy is hívják ezt a rács szerkezetet, Tomcat. Egy ilyen rácsot, abból csinálok négyet erre, négyet arra, hogy itt is van. Csinálok ilyen kifüggesztést. Ide fölrakok egy rotort, meg ide egyet, ide egy kis dobozt. Hát ide fölé is kéne valami szerkezet, de körülbelül ennyi lesz az egész. Úgy nézem, hogy ez a rács szerkezet csak egy... Akkor nem is olyan, mint a Tomcat rács, hogy négy oldalú, hanem csak egy oldalú, egy lap. Ez egyetlen egy ábrázolása, úgy néz ki, hogy alul is van rotor. De szerintem senki nem fog sírva fakadni, hogyha nem teszek rá. És még mielőtt elkezdeném a munkát, szokás szerint ránézek a YouTube-ra. Megnyitom ide másik ablakba. Jó, a hang jó, kicsit zúg, mint mindig. Itt vannak valami szerkezeti ábrázolások, de nem látok ilyet. Hogy ez hol lehet? Ez itt valami rotor, de hogy ez hol van pontosan? Én csak azt tudom mondani, hogy tömegére ránézésre így nézzen ki. Azt jó napot. És annyit tettem még meg, hogy mielőtt elindítottam volna az élőt, rákeresem a neten, hogy le lehet-e tölteni
Hát persze ilyen régi Zeppelin nem lehet, de azokat az újabbakat le lehet, és hogy esetleg van-e onnan valami, amit át lehetne menteni. Gyorsan megnézem. Hát ez nagyon lópoli. Ebből semmit. Ugye ez a hagyományos Zeppelin forma, mármint ez a mindenki által ismert népszerű forma. Hát ez is egy nagyon béna lópoli. Vagyis, hogy nagyon alacsony kidolgozottságú, inkább úgy mondom, mert pont nem, hogy lópoli volt, hanem valami össze-vissza gírbe-gurba felület. Ha jól emlékszem, ez a hármas, ez egy elég jó fajta volt. Milyen spotlámpák vannak itt? Némi rács szerkezet, egy kicsit jobban kidolgozva, egy rotor, egy kicsivel szebb kabin, kis merevítés. Ott is egy rotor. Mik lehetnek azok ott fent? Mi a franc az? Na mindegy, ez egy egész jó modell. Ebből talán lehetne kilopni dolgokat, de igazából nem egy a ördöngösség ezeket lemodellezni. A kabin ugye nem ilyen, nem is ilyen nagy. A lapát az egyedül, amit tetszik itt, és talán nehezebb lemodellezni. Lehet azt majd ellopom innen. A többit az nem igazán érdemes. Jó, nézzük. Negyediket. Hát igazából ebből se fogok tudni semmit sem használni, úgyhogy akkor felejtsük is el, a hármasból legfeljebb még a lapátot. Na akkor a szokásos indulás, blueprint. A kép mérete 570 széles és 442 magas. 570 és 440. Az a baj, nem tudom mennyi a pontos mérete, mennyi volt. Ilyen 100, 200, hát 200 az már sok lenne, ilyen 100-150 méter körüli tippelek, de azt már a Zeppelinnél olvastam. Na mindegy. Még az anyaga egy nagy kérdés, hogy fogom megoldani. Azon is gondolkodtam, hogy ezt a rácszerkezetet is megjelenítem rajta. Végülis úgy is egy egyszerű modell. Egy pillanat, mindjárt jövök.
az ajtót, meg kicsit hangos a család a háttérbe. Szóval, hogy ezt a rácszerkezetet megjelenítem az oldalán, hogy úgyis egy egyenletes, egyszerű textúra lesz rajta. Akkor lehet, hogy ezeket a olyan szegmensből fogom felépíteni, annyi szegmensből, amennyi rács itt van. És azokat valahogy megjelenítem, rajta belemodellezem a homlokzatába. És még mielőtt tovább mennék, még mindig van ötletem, hogy mivel szöszmötölhetnék ahelyett, hogy elkezdjük dolgozni. Még valami zenét kéne indítani. Mégpedig egy royalty free zenét. És legyen ez. Valami ketyegjen a háttérbe. Na, miből építsem ezt föl? Legyen egy szfér. Persze, nem perspektív nézetbe. Középvonaltól 1, 2, 3, 4 szegmens. Mondjuk ez a középvonal, akkor 1, 2, 3, 4. Középvonal. 2-3. És itt még biztosan kell lennie szegmensnek, különben másod nem jön ki ez az íves forma. Jó. Most pedig alakítsuk át ezt szerkeszthetővé. És hát vagy FFD boxsal, vagy egyszerűen csak manuálisan kézzel odahúzom a szegmenseket a megfelelő helyre. Ugyanígy a francot, itt valami más szerkezet van. Itt valami ilyesmi elfutása van ennek. Jó, az oldalára kéne akkor ennyi szegmens. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, úgy látom pont ennyi van. Áj, szabotálják a gyerekek a munkámat. Kinyitották az ajtómat. Na, jövök mindjárt, becsukom megint. Megvan a szegmens szám, itt is megvan. A forma is megvan.
Majd végül nem annyira ceruza forma. Kisség gömbölyedebb, mint a tref képeken. Itt az egészen kúpos hegyes. Ez is hegyes. Ez is hegyes. Ez is. Ez is. Ez egy, ami nem hegyes. Át kell alakítsam. Ceruza formának kell lenni, úgyhogy át kell alakítani ceruza formára. Úgy. Mi van a szegmensekkel? Hát én marhára elosztottam ezt itt egyenlő arányba. Na, fussunk meg ki újra. Jó. Azt hiszem el is engedem ezt a rajzot, mert félre vezet, meg többet úgy sajnos látni ebből. Nem is törlöm rá, hanem inkább kicserélem egy másikra. Legyen mondjuk ez egy egész jó oldalnézet. 570 × 314. 570 × 314. Nagyjából stimmel a forma. Ez a falavosságtól. Ez egy kicsit ugye ilyen döntötten látjuk, azért nem látjuk annyira a fenekét. Úgyhogy torzol a perspektíva. Jó. Kéne akkor rögzítő pánt. Egész a hátuljától, egész az elejéig, és nem az alján, hanem egy kicsit így az oldalán van. Kettő erre, kettő arra. Le is törlöm ezt a rajzot. És volt itt egy jobb kép. Nem ez, bár ez se rossz. Itt a rotor is jól látszik, hanem ez. Még meg a kábelek látszanak tök jól. Lehet inkább ezt kéne. Az arányok miatt. Nézzük csak, ez melyik kép volt. 1300 × 1015. Legalább egy jó minőségű, szép nagy kép. Ó, oh, ne, ezt már átkonvertáltam. Ja, nem. Jó. Szóval 1300 ×
1115. Jó. Forgatjuk vissza. Szkélezzük tovább. Jók még mindig az arányok. Esetleg a hegyességén még állítok. De érdekes, nem jeleníti meg rendesen a wire-t. Na, ezt pedig mondjuk egy FFD box-szal. Itt a Free Transformnak ez felel meg leginkább. Így gyönyörű szépen lehet torzítani. Jó. Ez nem tudom, mert az órám, ami gömb van az órám. Itt van egy gömb az órám. Itt valami van, de nem olyan nagy. Itt egyértelműen semmi nincs. Megint csak van valami műtyűr. Nincs. Hát itt sem nagyon látszik semmi. Kihagyom, az olyan hülyén néz ki, ott ilyen komolytalan. Na jöjjenek akkor ezek a vezetékek. Tehát valahol ide csatlakozik. És innen le. Csináljuk meg ezt line-ból. Legyen mondjuk ez a szegmens. És itt meg gondolom a doboznak a különböző sarkaihoz megy. Jó, és akkor egy másik oldal innen. Ide. Oké. Kettőt összeadta, csalom, ne kell már többet pacakolni. Így külön-külön. De még miért megcsinálom a vastagságát, meg a másik oldalt kéne tudni, hogy mekkora ez a kabin. Hát... ezt csak szemre fogom tudni belőni. Ez vajon ilyen háromszög formájú az eleje? Úgy néz ki, hogy a három panel lenne az oldala, és egy meg az orra ilyen csúcsosan, mint egy ilyen csónak. Ezek már nem sok derül ki. Annyira kicsi szarok. Jó, ez se fog már kelleni. Ha itt látszik egy alulnézetben, hogy ilyen csúcsos az orra.
Na szóval, kellene ide egy rágyszerkezet akkor. Ezt most már belejégetjük. Jöhet egy mentés. És akkor... Haj... Mi legyen, box vagy valami téidom? Megint felakadok a részleteken és elmegy vele az idő. Pedig igazából baromira nem fog látszani, majd valószínűleg nem fog annyira közel menni a kamera. Jó, lesz egy ilyen... 10 centiszer 10 centi, ez elég sok. Nincs ez annyi. Ilyen kisebb. Legyen mondjuk 5 centi x 5 centi. És legyen hosszabb. Egész ideig aljáig leérjen. Szegmás. Ide kirakjuk a sarokra. Jó. De jó. Nyomtam egy F3-at és nem a arra nézetre váltott át. Nem wire nézetre váltott át, hanem realisztik nézetre. Nem tudom, hogy sikerült, de sikerült. Jó, rács szerkezet így kész. Aztán viszintesen is össze van kötve elég sok helyen. Mi van a left nézettel mostanában? El van csesződve. Jó, ez megvan, a hosszát kéne még belőni. Azt mondja, hogy biztos, hogy van a tetején egy. Biztos, hogy van a kettő között is egy. Mit tudom én, hogy hol mondjuk itt. Van. Itt fenn is egy valahol. De itt a kettő közt. Jó. Aztán... Vannak benne ilyen keresztmerevítők. Ilyen V betű formába. Sőt, X. Hát lehet ezt inkább lelopom a... Innen. Aha. Elég összevisszaság ez. Valami egyszerűbbet fogok én csinálni. Nézzük csak, hol volt ez, kettő is volt, fent meg lent. Nekem egyel több osztás van.
45 fok. Megvan. Összehúz. Aztán még egyszer. 90. És ezt lemásoljuk. Oké. És végül is mindegy, hogy van ott vagy nincs, a lényeg az, hogy jól nézzen ki. Legyen minél sűrűbb. Itt viszont ez máshogy volt kialakítva. Ezt lehet, hogy megcsinálom én is úgy. Mi van a zenével, csókolom? Szeretném még hallgatni. A tüc-tüc-t. Jó. Most pedig azt kéne, hogy ezt a három tárgyat egyesíteni. Teszek bele egy hosszanti osztást, és elvágom. Azt elhajdoljuk, és mindent összeadtacsolunk. Mondjuk ez még korai. Legyenek csak ezek összeadtacsolva itt. Még itt lesz velük szerkesztés, akkor nem akarom, hogy túl sok darabból álljon, aztán megnézítem csak a saját dolgomat ezzel. Detach elementként. És akkor ezt így levisszük. Jó. És látszik, hogy rengeteg ilyen osztás van, szinte végig az egészben van hálózva. Ugye a maketten kevesebbet raktak. Ja, az nem is az. Az az oldalsó merevítő már. Az a belsőt egyszerűbb. Na, azt is mindjárt megcsináljuk, majd is egy nagyon jellegzetes alkotó eleme. Jó, akkor most tacsoljuk össze. Oké, és... adjunk már neki valami fémes anyagot. Hogy az még nem lett hozzáadtacsolva. Jó. Már ilyen közelről sose fog látszani, nem vagyok képes így hagyni. Ezt is fel kell óvézni szépen. Rajta az UV. Valami nem stimmel. Ki volt választva poligon mód? Na most már jó. Oké. Aztán... kell ide is egy...
nagyjából ennyire. Kell így oldalt is egy. De itt viszont egy csomó fölösleges dolgot előtte leszedünk. Mondjuk ilyen. Tudja a franc egyébként, hogy milyen, de én erre csináltam most. Itt viszont ez rövid. Hát megszkéredem, aztán kész. Nem nagyon számít. Hogy az olyan, hogy van rögzítve. Valami biztos volt ott. Teszek oda valamit azért a biztonság kedvéért. Na. Innen fölviszünk oda két szegmást. Sőt, akár ezt is fölvihetjük. Ez itt jó, de ott viszont az ív miatt az nem jó. Akkor lejjebb hozom. Hát viszem oda is. Hát ez már csak egy ilyen talál, kitalálós rész, hogy találomra az ember oda tesz dolgokat, aztán vagy új volt, vagy nem, azt már nem lehet tudni. Az kell. Még mielőtt ezt így elforgatom, össze kell egy kicsit nyomni, mert hosszabb. Jó.
Aj, még a hossza is szar. Azt is meg kell igazítani. Jó. Közben a fél szememet mindig a YouTube-on tartom. Már csak azért is nagy valamilyen zene jöjjön, mi copyrightos. Itt kell egy kicsit faragni ennek a modellnek az alakján. Jó. És az pedig fogalmam sincs milyen anyagból van, nem hiszem, hogy fémből, bár ez itt eléggé fémszerű. De mindesetre tuti nem azt a ugyanazt az anyagot fogom neki adni, mint annak. És kéne neki egy... Kéne neki egy... vastagságot csinálni, majd megcsinálom ez a shell-lel, amivel tegnap is, illetve a legutóbbi adásban. Csináltam fal vastagságot, de nem kifelé, hanem befelé. Így. Jó, most már csak valami anyagot kéne neki adni. Szigorúan nem ugyanazt, mint amit ott. És nem innen, hanem a textures mappában mondjuk ezt. Azt akarom, hogy valamennyire kontrasztos legyen, elüssön egyik a másiktól. Ugye ezt használtam ott. Ezt talán ami legjobban előtt tőle. Tényleg alulba is kéne merevítéseket csinálni, sőt, hogy alul voltak valami kis lábak neki, ha jól láttam. Itt látszik, kis lábak vannak nekik merevítve. Ugye ezt is meg kell csinálni. És alul is össze kell kötni. Na. Ezt még gyorsan felúvézzük. Na mindegy. Bármi is az ott, bármi anyagból is van. Valószínű, hogy a fém egyébként, tehát hogy a ember súlyát megtartsa, ott kell valami erős anyag. Na most kellenek ide osztások. Valami merevítés azért legyen alul is. Aztán pedig a lábakat meg kell csinálni hosszabbra. Mondjuk kontrollát váltok vertex módba, kiszedem a felső vertexeket a selectionből, és akkor meg tudom nyújtani csak az alsót, és nem tudod vacakolni a kijelöléssel. Jó, szemre. Jó. Oké, és... ez kéne. Csak ilyen állásban. Körülbelül ekkora támasz. Csak itt kisebb.
esetleg annyit csinálhatok vele, hogy szűkítem az átmérőjét, és akkor jobban össze lehet passzintani. Ha most mi történt? Nyomta a jobb gombot és eltűnt. Ja, hide selection-re nyomtam rá egyből. Jó, ezt átszimetrizzük a másik oldalra. Alakulunk. Ezt is összeadta a csajuk. Úgyis egy anyagból van. Jó, az a belső szerkezet szerintem már elég erős. Alulról is elég ennyi talán. Kellene szerintem. Most ez a rács szerkezet, nézzünk körül egy közelit. Ez közeli csak kissé kaotikus, de itt az látszik, hogy az oszlopokkal szemben vannak egész az aljától indulva, és akkor itt volt egy másik közeli. Látszik, az aljától indul ki egy ilyen, nem is tudom mennyire, ez 30 fokos szög, és benne végig X-ek vannak. Na, ezt nézzük, ami left nézetbe, már ha lenne normális left nézetünk. Ja, de ez most jó. Jó, és fönt hova rögzítve? Arról nem láttam képet. Itt van végre egy kép. Jó. Azt mondja, hogy abban a vonalban van, ahol ennek a rögzítéseknek a vonala is van, és ott van egy rotor. Szintén abban a vonalban. Ez csak így bele van engedve az oldalába. A rotor meg hogy fér ott el? Ezek szerint meg ki van állítva, majd arra is visszatérünk. Nézzük akkor. Hát ennél följebb, oda valahova. Kellene akkor egy line. Innen alulról. Oda föl. Jó. Vastagsága ugyanaz, mint annak a rács szerkezetnek. Nem látszik, hogy különösebben kisebben jobb lenne bármelyik is. Jó. Ez pedig rectangle legyen, és 5 mm-re állítottuk be. 0,5 másik anyag vastagságot. Jó, így jó. Aztán kell még egy ebből egy kicsit eltolva.
Nézzük, szemre jó a távolság. Talán egy kicsit kevésnek tűnik. Jó, ez megvan. Még egy kicsit legyen nagyobb, oké. És akkor jöhetnek az X-ek. És ez a derékszög arra a szögre. És ehhez képest kellenek... Mi ez a szegmens itt? Jó, és ehhez képest kell majd 45 fok így, meg 45 fok így. Na most ezt mind átalakítom polivá, ja, és azok a belső összekötők viszont mintha vékonyabbak lennének egy kicsit azért. Csináljuk. Azok, mintha csak lapok lennének. Ennek, mintha lenne kiterjedése, ez mint a test lenne, de a összekötések már lehet, hogy csak lapos vasból lettek. Ezek ilyen szögvasak lehetnek talán. Az meg már. Na nézzük akkor. Convert poly. Attach, attach, attach. Jó, most összehúzzuk a hosszát lokálisan. Meg ennek is. Mi a jó anyád? Na most már jó. Oké, hogy is van akkor ez? X-ek vannak végig. Tehát... Left nézetben. Ezt a csövet innen el kell tüntetni, mert belóg az ember arcába. Left nézetben ezt a két tárgyat el kell tolni annyira, hogy itt X legyen. Viszont sokkal könnyebb lenne, hogyha ez itt lenne lent. Külön tárgy lenne. Ezeken is lenne szegmens. Pivotja középen lenne. És most eltolnám. Egy 10 példányban. Na azért csak 10-ben, mert elmászott. Na még egyszer. Legyen 20, most jó lesz, érzem. Határeset. De lehet, hogy visszaigazítom kézzel, és nem fog bevacakolni. Na, még egy 10 példányban. Na, majdnem jó.
Oké, és most ezt egészet össze kéne altacsolni. Ezt már listából fogom kiválasztani, nem fogok végig cuttingatni egyesével. 30 objecten. Jó, és akkor ezt a kis eltérést pedig visszaigazítom FFT box-szal. És ennyi. Amit még elfelejtettem, hogy vékonyabbra vegyem. Hogy a franc essen bele. Akkor úgy fogom vékonyabbra venni. Hogy összeszkélezem így fölülnézetből. Csak megigazítom az UV-et. Csak milyen irányba kell? Aha, így. Jó. Ezt pedig le kell másolni 4 példányba. Pont oda, ahol az oszlopok vannak. Lehet, hogy össze kéne még atacsolni előbb. Jó. És most lehet a másolás. Alul se lók ki. Belül se lók ki. Itt van egy szépséghibája a dolognak. Itt hiányzik egy X. Összeadtasom az összeset és egyszerre megcsinálom minden négyet. Azt mondja, hogy egy ilyen kerül ide. Jó, és most ezt át kell tükrözni. Át kell tükrözni. Oda. A túloldalra. Jó. No, ami még nagyon-nagyon hiányzik, az a rotor. Meg itt vannak ilyen terelő lapátok, vagy micsodák. Ilyen légterelők. Először nézzük meg a rotort. Ezt az elején néztük, az adás elején. Hogy volt egy tök jó rotor lapát ebben a 3-as verzió. Hova tettem egyel kijebb? Ebben volt egy olyan...
Na nézzük, mik vannak itt. Vannak itt még olyan terelő lapátok. Amik szerintem itt máshol nincsenek. Nem, itt csak ez egyetlen egy kis terelő pigyó van. Ott is, ott is. Semmi több az oldalán se, sehol se. Na jó, hát akkor ennyit rakunk rá. Aha, és ez így oldalt áll ki. Látszik ez még valahol. Itt is látszik. Oldalt, és így is össze van kötve. Ja, meg ezek is össze vannak még kötve. Nagy X-ekkel. Na, azt még mindenképpen belerakjuk. Hogyan kéne, hogyan kéne. Ezek X-ek, ugye? X-ek, aha. Innen kilopom őket. Jó. Na csak el kéne forgatni a nagy szögbe. És melyik részén vannak olyan? Külső vagy a belső része? Külső. Az meg a belső. Ho-ho. Külső, belső. Na jó, hát akkor az egyiket ide, a másikat oda fogom tenni én is. Lesztek a külső. Itt pedig a belső. És ez az összekötő viszont nem kell. Se ide, se ide. Azt nézem, hogy mennyivel több kéne még. Több a káoszba szart se látni, de úgy látom ott van 1, 2, 3. Kéne még. Ez most mi? Ja, hogy az már egybe került. Egy táj lett. Jó, és akkor belőletek még másolunk ide följebb is. Egy, kettő X távolságra a végétől. Jó. De jó, ezt még nem sütöttem bele azt a szimmetrit, így bele tudom ezt venni. És most nézzük.
Most már tökéletesen szimmetrikus az egész kabin. Na, szóval volt itt még rotor, meg egy terelőlapát. Akkor innen lelapom a rotort. Tengelykét is nyomjunk hozzá. Meg ott valami nagy fogaskerék van mögötte, vagy mi. Majd valami motornak kell azt ugye működtetni, azt a tekerőlapátot. Mi a franc lehet ez itt? Csak nem egy hosszú ékszíj, és itt van meghajtva bent. Azt a... Ott az ékszíj, itt az ékszíj. Ott az ékszíj. Itt is ott az ékszíj. Hát itt nem nagyon látszik. Itt látszik, de hát ez egy makett. Ez lenne az ékszíj. Vagy ez. És hova megy be? Itt van hátul valami motor. Áj, nem látszik ezekből szar se. Ez lenne a motor. Vagy ez az ember benne. Tető, ez nem is rossz ötlet. De mégis így esik az eső. Ne folyjon ma az ember fejére rá a víz. Bár itt nincs tető, de van valami bödör, meg valami csövek, tartályok. Hengerek ott hátul. Itt is valami égszíjféle. Hát... Nagyon rossz ilyen kevés referencia alapján dolgozni. Legjobban látható rész az egy makett. Jó, itt más nem jön tudok használni ebből. Esetleg ezt a lapátot még. Detach. Ja, nem működik, mert ez más. A gyors billentyűm nem működik. Detach. Rotor. Többi nem kell. Close, delete. Olyan jó a pivotja. Dehogy jó. Ez az orra, ez a hátulja. És itt van valahol fent.
ez éppen kéne lennie. Ez egész nincs középen. Vagy nagyon jó lett, vagy nagyon elcsesztem. Mindent nem mozgattam az origóba. Oké. Ezt átalakítjuk. Polivel. A scale-t le kéne szedni róla. Aha, össze-vissza van scale-ező. Össze-vissza van forgatva is, de jó. Nyomom mindenre egy backface cool-t. Esetleg valami ki van fordulva, akkor az most bukjon le. De úgy látom, jó, nincsen semmi elcsesződve. Oké, és ennek kéne egy főtengely. Nézzünk left nézetből, hogy henger dobok rá. Vigyük ide le. És mert meg lenne csavarodva egy kicsit. Na mindegy. Jó, itt bevisszük a hengert, vagy a tengelyt oda belülre, oda is teszünk valami nagyobb hengert. Elég jó közeli erről a részről. Ott van egy marha nagy henger. Ott is látszik. Kicsit zavar az átmérő, szerintem ez túlzás. Hol az anyád?
ezt kéne kisebbre. Ó, de furcsa, mi baja van ennek? Kisebbre. Bár erről aztán végképp nincs képen, hogy itt mi meg hogyan mehet. No, ide föl kéne. Egy ilyen tartó szerkezet. Jól láttam. Kettő is van, amit össze van kötve megint csak egy rácsa. Úgyhogy azt fogom csinálni. Merre repül ez a szerkezet? A hátsó kettőnél van. Ez lehet az óra szerintem. Igen, biztos, hogy ez az óra. A hátsó kettőnél. Tehát ez az óra. Még azt megcsinálom, aztán eltüntetem a hátsó lapot, mert zavar. Na nézzük. Extrude. Tök mindegy milyen vastag, csak hagy fogjam már meg, aztán szerkeztem én ahogy akarom. Most hol van? Most ez mi? Ez mi a franc? Hát ez egy vicc. Face extrude. Rosszat választottam. Line extrude. És kitolom, és hol a vastagsága? Hova tűnt a vonal? Mi a büdös? Hát ez vicc. A F3 sem működik, most fog szétfagyni a max. Jó rég nem mentettem, már ilyenkor szokott szétfagyni. Ez itt egy line. Erre rányomok egy extrudot, akkor ki kéne, hogy tolja. Na végre. Jó. És ennek valami olyasmi formája van. Elejét le kell kerekíteni, meg a végét. Valahogy így. És nem tudom, hogy ennél jobban túl kell espirázni ezt az egészet. Nyomjam, ez még mindig no copyright-os zene. Jó, ez megvan. Nem messi, hanem polivál kenyérgem. Köszi. Ezt most kidobom a kukába. És akkor...
Tehát jobbra megy, arra van az eleje. Meg vagyunk ennyire a grid alatt. És ezt a kettőt kellene megfogni. Valahogy így rácsostul mindenestül. És kiforgatni ide olyan viszintes formán, ha jól látom. És kiállítani. Hát... egy olyan kabin szélességnél egy kicsit nagyobbra. Illetve hát gondolom az a lényeg, hogy elférjen a rotor. Na, a viszintes megvan. Ide a végéhez. Az is megvan. Jó. Hosszát. Be. Itt a hosszát vissza. Illetve inkább oda teszem a rotort. És akkor látni fogom, hogy mennyi az annyi. Úgy néz ki, mint a kettő közt lenne az a cucc. És egyébként lehet, hogy úgy is van. Itt egyértelmű, hogy előtte van, a henger van közte. Előtte is az orra felé néz. Hát máshol nem látszik. Jó, akkor legyél előtte. És az orra felé néz. Jó. Hogy biztonságban elférjen. Jó, és itt már nem kellnek ezek a keresztosztások. Valahol volt erről egy közelebbi. Itt. Ja, és így is kellenek az osztások, az megvan. Legyen még egy nagy betörjön. Akkor ezt hosszabbra. Ezt szélesebbre. És a végét pedig le kéne zárni. Thank you.
Jó. Na, ez is megvan. Ezt most átszimetrizzük a túloldalra. Oké, és... ezt meg átkopizzuk a túloldalra. És akár lehet majd megforgatni, és meg lehet animálni. Például ezek a formák, amik fogalmam nincs, hogy micsodák. De lehet, hogy ezeket már nem fogom beleépíteni, mert... nincs nem nagy jelentősége. Ezt a tetőt, ezt a vödröt... még motorszerű dolgot, még lehet, hogy kéne meg a égszíjakat. Még azon gondolkodom. Ezen keresztül az égszíjakat elvezetni. Hova mehetnek azok? Egyetlen egy tengely hajtja őket, akkor mind egy irányba forog. Csináljuk meg. Mondjuk ott van lent. Jó. Itt van a földön egy motor. Jó, és kell ide egy henger, ami ezt hajtja meg. Meg ide egy henger. Ami azt hajtja meg. Meg még egy henger, ami a másikat. És mondjuk te leszel itt a motor. Jó nagy motor leszel, hogy ne lehessen elférni tőled. Jó, és akkor... hogy tettek ide tetőt, akkor viszont az égszíjak nem bírnak átmenni. Megfelelő csak egy ilyen féltetőt. Nézzük csak, hogy lehetne. Magassága jó. Tehát ez nem kell. És odáig nem érhet ki. Mert akkor az égszíjak nem férnek el. Jó, akkor csak idáig fogsz érni. Na, égszíjak, égszíjak, hogy legyetek égszíjak. Úgy lehetne például, hogy ennek a palástját használnám. És van itt egy ilyen, hogy create shape from selection. Legyél lineáris. Jó. És akkor ezt bevisszük ide középre.
azt mondja, hogy ide kell levinni. Nem is fog elférni, mert a oldalfalba beleütközik. Hogy a szarba lehet akkor azt megcsinálni. Aha, ott ki van lukasztva, hogy beférjen a égszíj. Jó, majd megoldjuk. Na szóval... ezeket mondjuk leviszem. És ez lesz az égszíj. Ez nagyobb, vagy hogy van ez? Egy szegmens még hiányzik. Refine, itt van. Corner, corner, corner. Hol van? Én megőrülök. Jobb gomb. És itt kéne lenni egy olyannak, hogy Bezier, meg olyannak, hogy corner. Nem látok. Itt van. Na végre. Jó. Na megvan az égszíj. De ezt most vastagítani kéne. Széles, de vékony. Jó. Sikerült. Exíj. Ezt átkonvertáljuk. És kéne már csak neki valami anyag. Jó, lássuk ezt. Ezt ő kell osztani. Jó, és most ki tudom törni. Ezt is áttükrözni a túloldalra. Ez is jó. Ezt is megszimetrizni. Inkább nem szimetrizem meg, mert összeolvadna a kettő. Inkább megtükrözöm így kézzel. Shift 180. Jó. Ezt oda ki. És ezen is forgatnék egy 180-at.
Akkor pont stimmelne. Úgy, úgy. Jó, és akkor lent kéne meg itt trükközni valamit. Kettő ne fedje egymást. Most mi van? Mi nincs a helyén? Az égszíj. És itt a két égszíj összefut, itt kéne valami trükköt csinálni. Mondjuk egy olyat. Egyiket kicsit erre eltolni, másikat kicsit arra. Jó, egyik égszíjat akkor... erre. Másik égszíjat meg emelre. Ezeket pedig... meg kell szkélezni ezeket a hengereket, hogy elférjen rajta az égszíj. Na most már tényleg olyan dolgokba mentem bele, ami bele nem kellett volna. Összehasogatás, amivel az ember csak elcseszi az időt. Jó, még oda lehetne egy égszíjat, aztán tényleg felejtős már az egész. Már túl van faszázva. Elmászást. Na de most aztán már tényleg tuti jó. Hát mondjuk nyúlik az UV azon a égszíjon, de jól mutat rajta. Ott tesznek ilyen gumis lett ettől az egész. A nyúlt textúrától, mint meg lenne nyúlva a gumi. Hát ezzel meg mi van itt? Ahogy. No, azt hiszem kész vagyok. Azt a bubit nem teszem rá, alulra nem teszek rotort. Itt például nincs alul rotor. Se búj. És ez a legjobb minőségű képem róla. Ezeket a logóbigyókat se teszem, hogy ezzel kötözik le. Amikor lehet, hogy ez mindig ott van, ott lifeg, hogy ezt a meg lehessen fogni kikötni. Néz ki, mert itt meg nem is látszik ilyen. Maketton sincs.
Itt le van kötve a földre, épp most engedik föl. Ezen sincs. Ezen sincs. Szerintem kihagyom. No, hát ennyi, szerintem kész vagyok. Ő lett volna a Zeppelin őse. A magyar találmány. Schwarz Dávid. Alumínium. Léghajója. Köszöntöm szépen a figyelmet, ciao, sziasztok!